Amíg a vezető megjelenik a kép, addig annyit szeretnék elmondani, hogy a Vasárnapi Szövetség szervezésében került sor a gyermekekben lévő tanítások egyeszámú tanfolyamra, és mielőtt az oklevél osztó ünnepség sorra kerülne, szeretnénk bemutatni a kicsit a szövetség munkáját, ki is ez a Vasárnapi Iskolai Szövetség, és mit végez Magyarországon. Azzal kezdeném, hogy a Vasárnapi Iskolai Szövetség egy nemzetközi szervezetnek a része. 1937-ben az Egyesült Államokban alapították egy lelkipásztort, aki olyan környezetben nevelkedett gyermekkorában, ahol úgy gondolták, hogy a felnőttek kiváltsága az Istennel volt kapcsolat, gyermekeket ebben nem lehet része. De felnőttként megértette, hogy ez nem így van. És olyan ilyen megértette is a kívülje tekintetben, hogy elhatározta egy olyan misszió szervezetet szeretne létrehozni, ami az egész világon arra törekszik, hogy a gyermekek gyermekkorban meghallják az evangéliumot, és lehetőségük legyen növekedni Isten igényben ismerésében. Vasárnapi Iskolai Szövetséget 1989-ben hozták létre itt Magyarországon, ennek a szervezetnek a részeként. Korábban ugye nem lehetett ilyen vallásos szervezet Magyarországon, ugye a rendszerváltás évében történhetett meg ez a hivatalos bejegyzés. Amint említettem is, a Vasárnapi Iskolai Szövetség egy világszervezet része, a világ szinte minden országában jelen van. Van még néhány ország földön, ahol hivatalosan nem végezhet munkát ez a szervezet, de reméljük is az imádságunk, hogy hamarosan valóban minden országban lesz egy hasonló bejegyzett szervezet, mint a Vasárnapi Iskolai Szövetség. Több mint 3000 főállású munkatársa van világszerte, és az elsődleges tevékenysége ennek a szervezetnek, képzéseket tartunk önkéntes munkatársaknak, segítünk felkészülni abban, hogy hogyan végezzék gyermekek közötti szolgálatokat azok, akik ennek ott kell hívásnak. Világszerte természetesen a szövetség munkatársa is végeznek közvetlen gyermekmisszió munkát, és világszerte kb. 20 millió gyermek hallhatja az evangéliumot évente a rendszeres szolgálatainkban. A motója a szervezetünknek, hogy minden gyermeket, minden nemzetből, minden napon. Mit is értünk ez alatt? Szeretnék valóban minden egyes gyermekhez elvinni az evangéliumot. Ha a magyar gyermekeket gondolunk, akkor értjük ez alatt nem csak a Magyarországon lakó magyar gyermekeket, hanem értjük ez alatt a határokon túl élő gyermekeket is. És minden generáció gyermekét, ugye nem csak most vannak gyermeket, hanem holnap is lesznek és jövő héten is, és 10 év múlva is, és 20 év múlva is egy következő generáció. Szeretnék minden generációnak átadni az Isten igényét. Tesszük ezt minden nemzetben, és tesszük ezt olyan módon, hogy a gyermekeknek minden nap legyen lehetőség arra, hogy találkozzanak az Isten igényével. Ájkatosokban olvasva, klubokban járva, gyermekek is megtiszteleti alkalmakon részt venni, segíteni abban, hogy gyermekek napról napra találkozzanak Istennel. A Vasárnapi Iskolai Szövetségnek Magyarországon több munkatársa is van. Jelenleg 20 fő a csapattal, illetve van egy személy, aki gyakornokként dolgozik velünk. És különböző feladatokkal élnek a munkatársaink. Itt a jobb oldalon láthatóak azok a munkatársaink, illetve középen egy házas pár, akik kifejezetten területi munkatevékenységet végeznek. Ez azt jelenti, hogy ők azon az adott területen, az ő küldetésük, az ő feladatok, hogy járják a helyi gyülekezeteket, és segítséget adjanak abban, amiben a helyi gyülekezetek szüksége van segítségre, hogy a környezetükben élő gyermekeket elérjék az evangéliumot. Minden gyülekezetnek más a szervezete, más a felépítése, más a lehetősége, mások az ajándékai. Mi arra igyekszünk, hogy segítsük a gyülekezetet meglátni, hogy milyen ők lehetnek a gyermekek elérésében, és milyen segítségben lehetnek, milyen szükséghelyzetben lehetünk segítségre. Munkatársaink egy másik része, ahol látható ők irodalmi anyagokat készítenek, olyan irodalmi anyagokat, amikkel az önkéntes tanítókat, hivatásos oktatók tanítják a gyermekeket, vagy amiket közvetlenül a gyermekek kezébe lehet adni, olvasmányokat, énekeskönyveket, állítatos könyveket, traktátusokat, sok minden egyébként. Igyekszünk mindazt, ami a szervezetek belül idegen nyelven elérhető és elkészül, vagy a gyermekek számára is lehetőség. Vasárnapi Iskolai Szövetségnek a célkitűzése tulajdonképpen egy hármas célkitűzés, és hiszük, hogy ez nem csak a mi célkitűzésünk, hanem a gyülekezetünké is. Ezért igyekszünk ezt megfogalmazni világosan és érthetően. Az elsődleges célkitűzésünk, hogy minden magyar gyermeknek hallja az evangéliumot. Legalább egyszer az életében a gyermeknek legyen lehetősége egy teljes világos képet kapni az evangélium üzenetéről, és legyen lehetősége választani az Isten hívására. Ez az elsődleges célkitűzésünk. Mindent megteszünk ennek. Ugyanakkor azt látjuk, hogy azok a gyermekek, akik igennel válaszolnak Isten hívására,
hálására és hitre rábízzák az életüket Jézus Krisztusnak, nekik szükségük van arra, hogy ne megedjenek a hitükben. Hogyan kapnak el segítséget? Milyen módon tudunk gyülekezetként, vagy gyülekezetek kívül élő megtért gyermekeknek segítséget? És hogyan tudunk segíteni a már megtért gyermekeknek, hogy otthonra találjanak egy helyi gyülekezetben? Ez a harmadik része a célkitűzésünknek, hogy azok a gyermekek, akikkel kapcsolatban kerültünk, minél hamarabb részei legyenek a helyi gyülekezetnek. Ezt a hármas célt igyekszünk egy stratégiával elérni, és a stratégiánk az, hogy szeretnénk együttműködni a helyi gyülekezetekkel. Meggyőződésünk az, hogy Isten nem misszió szervezeteknek adta az evangélium hirdetésének a feladatát, ez a küldetés a gyülekezeté, a helyi gyülekezeté. A misszió szervezetnek az a küldetése, hogy ebben minden tekintetben támogassa a helyi gyülekezeteket. Természetesen van sok olyan hely az országban, ahol nincsenek élő gyülekezetek. Ott gyülekezetet kellene alapítani. Ott a misszió feladata az, hogy hirdesse az evangéliumot, és segítsen gyülekezetek alapítását. Sok olyan hely van a világban és az országban is, ahol a Vasárnapiskolai Szövetség és a hasonló misszió szervezetek munkája nyomán épültek és indultak el gyülekezetek. De mi az, amit adhatunk a gyülekezetek? Mi az, amit tehetünk, amikor egy gyülekezettel együtt működünk? Azon munkálkodunk, hogy a gyülekezetnek a tagjai kapjanak egy világos látást arra, mi az Isten parancsa. A gyermekek hogyan illeszkednek bele a gyülekezet életébe, vagy a gyülekezet építés tervébe, hogyan illeszkednek bele a gyermekek. Szeretnék adni ötleteket is arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elérni a környezetünkben élő gyermekeket, mik azok a módszerek, eszközök, szolgálatok, amivel megszólíthatjuk a környezetünkben élőket. Olyan személyek számára, akiknek ez nem hivatása, de mindenképpen elhívást kaptak Istentől arról, vagy arra, hogy gyermekeket tanítsanak, szeretnék segíteni, hogy felkészüljenek erre. Képzéseket tartunk, amiben ezeket a személyeket képezzük. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a szolgálatra, vagy azok, akik szeretnék kipróbálni, hogy milyen gyermekeket tudsz szolgálni. Ezek elsősorban szabadtéri evangelizációs szolgálatok, izgalmas, sok áldást tartogat azok számára, akik ebben részt vesznek. És természetesen igyekszünk segíteni adni azoknak, akik gyermekek között tanítanak, hogy még hatékonyabbá tegyük az ő szolgálatukat. Az első a gyermekprogramok, amiket azért hoztunk létre, vagy azért propagálunk, és azért ismertetjük meg a helyi gyülekezetekkel, mert úgy gondoljuk, hogy ezek nagyon jó eszközök lehetnek abban, hogy egy gyülekezet megszólítsa a környezetünkben élő gyermekeket. Természetesen a tábor olyan sorban, hogy minden gyülekezet csinál. A Vasárnapiskolai Szövetség abban tud segíteni, hogy milyen anyagot tanítsunk a táborban. Hogyan legyen úgy felépítve a tábor programja, hogy Jézus Krisztus álljon a középpontban, és a gyermekek megértsék a tábor tanítását, a tábor üzenetét. A bibliai levelező szolgálat, az ötnapos korú válasz a legkevésbé ismert testvérek számára. Az ötnapos korú szolgálat egy szabadtéri evangelizációs szolgálat, ami rendkívül jó lehetőséget biztosít arra, hogy gyermekeket összegyűjtsünk a környezetünkben, és evangelizáljuk őket 5 napon keresztül. Ez egy játékos program, bibliai tanítással, énekekkel, játékokkal, foglalkoztatókra. Kimegyünk a gyermekek közé játszóterekre, kimegyünk a gyermekek közé a parkokba, vagy éppen meghívjuk őket a gyülekezet parókjájára, az udvarára, vagy a templom udvarra. Összegyűjtjük őket 5 napon keresztül, és egy összegyűjtő programot tartunk nekik, hogy azok, hogy a gyermekek is saját az evangéliumot, amik eddig még nem hallották, sosem jöttek el a templomban, vagy hitott adásra. Ha véget ér egy ilyen program, akkor joggal tehetünk fel a kérdést a testvérnek, hogy jó, de mi lesz ezután? Az a reménységünk, hogy a gyülekezet tagjai, akik szolgálnak ezeket a klubokban, hívogathatják meg a gyermekeket a gyülekezetbe. De ha esetleg mégsem jönnének a gyermekek, elindulhat egy bibliai levelező szolgálat. Kapcsolatban lehetünk a gyermekekkel, levelezésen keresztül. A Visznek több ilyen levelező sorozata is van, ami abban segíti a gyermekeket, hogy megismerjék a bibliai igazságait, amit tanultak a nyáron, az ökatos korban, az a felelmenítség, rögzítjük, amit tanultak a gyermekek szívében. Foglalkozunk olyan kérdésekkel, ezekben a levelező sorozatokban, ami nagyon foglalkoztatja például a téniket, szerelem, van egy ilyen sorozatunk, aminek ez a címe. Nagyon érdekes sorozatok, amik segítenek a gyermekeket abban, hogy a bibliai igazságot megismerjék. Vannak különleges alkalmak, amikor érdemes összegyűjteni a gyermekeket, mert egyébként is a szülők, a gyermekek nyitottabbak arra, hogy eljöjjenek, és valami vallásos dologban vegyenek részt. Ilyenek a karácsony és a húsvét. Arra biztatjuk a testvéreket, a gyülekezet tagjait, főleg azok, akik családosok, vagy unokák, vannak a családban, hogy gyűjtsék össze az osztálytársakat, barátokat, és hívjanak oda valakit, aki ezt a karácsonyi programot megtanítja, levezeti a gyermekek számára.
nagyszerű lehetőség arra, hogy a gyerekek megismerhessék a karácsonyt, és még igazi üzenetet, amit ma már a gyerekek nem ismernek. Nem tudják, hogy miért van karácsony, és miért van üzenet, vagy valami egészen másokat sejtelni. Egyéb szolgálatokat is javasolunk a gyülekezeteknek, amiben elérhetik a gyermekek, a később fogok még ezeket viszont, de megyünk most egy kicsit tovább. A levelező klubról már beszéltem. Itt látjátok a testvéreknek különböző levelező sorozatainkat. Ezekben mindenféle érdekes tanítást találnak, rejtvényeket, feladatokat. Egy-egy embernek az életét bemutatva vezetjük végig a gyermekeket azt, hogy hogyan is lehet találkozni Jézus Krisztussal. A gyülekezetről gyermeki szolgálat, egy különleges levelező szolgálat, amit a Vasárnapiskolai Szövetség szeretne odaadni a gyülekezetek kezébe. Ugyanis a levelező szolgálat annak idején úgy indult a Vasárnapiskolai Szövetségben, hogy a víz központjában végezték a levelezést, hiszen ott voltak azok a munkatársak, akik ezt a levél mennyiséget fel tudták dolgozni, amit a gyerekek beküldtek postán. De azt vettük észre, hogy az utóbbi időben egyre kevésbé járnak postára a gyerekek és leveleznek. És ezért ezt a szolgálatot, hogy a helyi gyülekezetnek szeretnék odaadni, az anyagokat mi biztosítjuk, a gyülekezet vállalja fel azt a felelősséget, hogy levelez a gyermekekkel. Miért jó ez? Ez azért jó, mert a gyermekeknek már nem kell elmenni a postára, egy ismeretlen címre feladni a levelet, hanem elhozhatják a gyülekezet postaládáján. Megismerhetnek azzal a személlyel, találkozhatnak személyesen, akivel leveleznek. A gyülekezet ilyen módon egy kinyújtott karként kapcsolatot tarthat a környezetében élőkkel. Ezt a levelező szolgálatot, a levelező programot, különösen erre az alkalomra egy színes sorozatot készített a Vasárnapiskolai Szövetség, azért, hogy még mert vonzott legyen a gyermekek számára, és nem gondosult gondolati címmel, és lehet ezt a sorozatot használni például egy helyi általános iskolában, ahol esetleg az első második osztályban, illetve év elején minden osztályban kiosztatjuk a levelező sorozat egyes részeit, akik önként bekapcsolódnak, azokkal már folyik is a levelezés. Lehet, hogy egy gyülekezet szervez egy csendes napot, egy különleges alkalmat, amire a gyerekek jönnek el, már be lehet vonni őket is a levelezésben. És ahogyan a gyerekek részt vesznek ebben a levelezésben, megismerkedünk Istennel, Isten igéjével, és megismerkedünk a gyülekezetben is. És azok a gyerekek, akik befejezik a sorozatot, esetleg egy oklevélben részesülhetnek, oklevél osztó ünnepség egy kiváló lehetőség arra, hogy a gyülekezet bemutatkozzon a gyerekeknek és a szüleinek. Ez egy nagyszerű eszköz arra, hogy gyermekeket evangelizáljunk a lakókörnyezetünkben, és ezt ajánljuk a gyülekezeteknek, hogy használják ezt a lehetőséget. Az anyagokat a Vasárnapiskolai Szövetség biztosítja, a gyülekezet pedig azok a személyeket, akik ezt a szolgálatot végzik. Egy másik szolgálati lehetőség azon gyerekek elérésére, akik olyan messze vannak tőlünk, hogy sosem találkozunk, az internet. Az interneten létrejött egy csodaklip.hu nevű honlap, ami gyermekek számára lehetőséget ad, hogy a bibliai igazságokat ismerkedjenek. Ez egy biztonságos honlap, egy zárt honlap, amiben máshol elmenni nem lehet. És már egészen kicsi gyermekek, akár a szüleikkel együtt, kalandjátékokon keresztül, missziós történeteken keresztül, vagy éppen kvízjátékokat játszva, ismerkednek. A háttérben van egy tanácsadói csapat, akik a feltett kérdésekre adott válaszokat értékelik, a gyerekekkel kapcsolatban vannak, van egy ilyen levelező rendszer is ennek a honlapnak a hátterében. És ilyen módon kapcsolatban vagyunk a gyermekekkel. Sosem jön létre fizikai kapcsolat, mármint személyes találkozás a tanácsadó és a gyermekek között, hiszen nem tudjuk, hogy kik ezek a gyermekek, teljesen komolyan ez a levelezés. De azért sok visszajelzés kapunk a gyermekektől arról, hogy számukra mit jelentett ez a honlap. Néhány gondolat a gyerekek leveleire. Sokan élnek közöttünk olyan gyermekek, akik sosem találkoznak keresztény emberrel. Legalább gyermekkorukban. De ezen a honlapon keresztül találkozhatnak olyanokkal, akik Isten igényét tanítják nekik, vezetik őket az Isten megismerésében. Mint mondtam, a Vasárnapiskolai Szövetségek nem csak közvetlen gyermek szolgálatai, hanem képzései is vannak, tanfolyamai olyanok számára, akik szeretnének felkészülni a gyermekek közötti szolgálatra. Egy fokozati tanfolyam, gyermekek evangélium tanítása 1-es és 2-es fokozat. Az 1-esnek a témája az, hogy hogyan evangélizáljuk, tehát hogyan tegyük az evangéliumot érthetővé és világossá gyermekek számára.
bibliai leckéken keresztül, énekekkel, alámondásokkal, egy teljes gyermekprogramon. És a második tanfolyamnak a célja pedig az, hogy a megtért gyermekeknek segítsen a növekedésre. Nagy örömünk az, hogy megmondom, egy ilyen kettős fokozatú tanfolyam jöhetett létre, és hálásak vagyunk azokért a hallgatókért, akik ezen részt vettek, és rendőrség szerint még hatékonyabban tanítják majd a gyermekeket Isten igényéből. De igyekszünk tanfolyamokat olyanok számára is szervezni, akik speciális korosztályra foglalkoznak, mint például az óvodások, akiket kicsit másképpen kell tanítani. Vagy a tinikkel, akiket megint egy kicsit másképpen kell tanítani. Sok gyülekezet küzd azzal a problémával, hogy serdülő korva konfirmációk után a gyerekek kifordulnak a gyülekezetből. És ennek egyik oka talán az, hogy nincs meg az a hatékony eszköz, hogy tanítsuk az ezt a korosztályt. Vasaltiskolai szövetségben is igyekszik segíteni. A nyári misszionárius képzés, vagy erről kicsit később szóló, fiataloknak szóló, rendkívül izgalmas képzés, de egyéb más képzéseket is tartunk, tanítói műhelyeket, felkészítő alkalmakat, szemináriumokat, konferenciákat, kifejezetten gyermekmissziói témában, segítve azokat, akik ebben a szolgálatban vettek ezt a részt, hogy még hatékonyabban végezik azt. A nyári misszionárius képzés egy olyan különleges szolgálat, amiben nem csak tanulni lehet, hanem gyakorolni is adatokat. Ez egy két hetes képzés, kifejezetten a fiatalok részére szervezik, de van a vállalkozó szervezőseknek is, eddig talán a legidősebb, aki részt vett ezen a képzésen, 62 éves volt. Akik eljönnek hozzá két hétre az ország egyik részébe, most idén Győr környékére megyünk, azért, hogy egy hetet tanuljanak, és a második héten pedig gyakorolják a tanultakat. Az első hét egy tanfolyam, felkészülnek arra, hogy hogyan evangélizáljuk szabad téren. A második héten pedig kimegyünk kb. 8-9 helyszínre, amiket előre mutatásra beszerveznek, összegyűjtjük gyermekeket, és 5 napon keresztül egy szabadtéri programot tartok számukra. Ez nagyon izgalmas az a program. Én amikor először részt vettem benne, akkor kicsit olyan érzésem volt, hogy milyen lehet pálatoslanak valakinek egy olyan helyre kimenni, ahol még van az evangélium. Kimenni egy játszótérre, összegyűjteni a gyermekeket, és lekötni őket 5 napon keresztül, és egy kényelmű csodálatos érzés, egy csodálatos áldás ennek a következménye. Hogy honnan jönnek a hallgatóink, ez országos programban vált az elmúlt években, hát kb. Ennyi helyről, most már rendszeresen visszajáró hallgatóink is vannak, és az a reménységünk, hogy azok, akik eljönnek hozzánk, és részt vesznek ebben a képzésben, hazatérve a saját gyülekezetükben megvalósítják ugyanezt. Megszerveznek esetleg egy 5-napos klubot a lakókörnyezetükben, vagy a gyülekezet környezetében, részt vesznek a gyülekezet napközis táborában, ahol ezt az anyagot esetleg taníthatják, és ilyen módon részt vesznek a gyermekevangélium munkában. Mint mondtam, a Vasalapiskolai Szövetség tanítói anyagok készítésével is segíti a gyülekezeteket. Igyekszünk olyan képanyagokat, olyan tanítási anyagokat, olyan személyeztetőket, olyan kiegészítő barkácsötleteket foglalkoztatunk a készíteni, ami segít abban, hogy a Biblia igazságait érthető módon dolgozzunk fel és adjuk át gyermekek részére. Nem csak szórakoztatnak a gyermekeket és lehetni őket arra az időre, amíg ránk vannak nézve, hanem szeretnénk őket odavinni Jézushoz. A Biblia igazságait, a Biblia történeteit használva. Erre készítünk egy webáruházunk is, ahol az anyagaink megtekinthetőek és rendelhetőek. És szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy egy különleges akcióban lehet most részünk ezek a célekben, egy ír támogató segítségével lehetőséget van ingyenesen adni a gyülekezetek számára állítanos könyveket. Két sorozatunk van most jelenleg, a Csodás percek Istennel, ezt idősen gyermekek számára ajánljuk, és minden nap Isten ez egy kicsit interaktívabb állítanos füzet a kisebb gyermekek, kisebb általános iskolás gyermekek számára használunk, vagy ajánlunk. Ez a sorozat, ez egy ilyen mindennapos igeolvasásra mozdítja a gyermekeket. Jelenleg 4 részes mind a két sorozat. Nem mindig mindegyik hozzáférhető, mert körülbelül 50-60 ezer példány érkezik egyszerre az országban, amit lehetőségünk van kiosztani, és nagyon gyorsan elfogyott. Testvérek, az sorozat első kötetei mind a két esetben már elfogytak, sőt az egyik már kétszer is elfogyott, és nagyszerű lehetőség ez, hogy gyerekeknek ingyenesen adhatunk állítatos könyveket. Megjelentett a Vasalapiskolai Szövetség gyermekújságot is, mert egy újság, talán testvérek már találkoztak vele, mi már 26 éve jelent meg az újság, bibliai tartalommal, bizonságtételekkel, állítatokkal, rejtvényekkel, a gyerekek nagyon szeretik. Ez egy olyan újság, amit kifejezetten a szülőknek, vitoktatóknak, nagymamáknak ajánlunk, mert ez egy nagyszerű eszköz arra, hogy ne jöjjünk a gyerekekkel, és azt mondjuk, gyere olvasom magad,
ami az ő színvilágunk vagy képzeletvilágunkhoz kapcsolódik, és az ő nyelvükön mondja el az evangélium üzenetét. Ajánljuk a testvérek, használják ezt az eszközt a gyermekek között. Az a meggyőződésünk, amit az bevezetőben is mondtam, hogy Isten nem a misszió szervezeteknek adta az evangélium hirdetésének a feladatát, hanem a helyi gyülekezetnek, ez a helyi gyülekezet felelőssége. De mi, mint vasárnapi szövetség, igyekszünk emelni, támogatni, segíteni, bátorítani a helyi gyülekezetet. Hiszük azt, hogy ebben az avatás munkában, amiben Isten elhívott bennünket, ebben együtt kell részt vegyünk. Ki a különböző ajándékaival és felkészültségével. És lehet, hogy valaki ebben a szolgálatban imádkozóként fog részt venni. Imádkozik azokért az alkalmakért, amikor a gyülekezet szervez, azokért a gyermekekért, akik a lakókörnyezetünkben vannak. Hiszem azt, hogy mindannyian imádkozunk, de lehet, hogy valaki különösen is ezt az ajándékot kapta. És ezzel bátoríthatja a testvéreket. Lehet, hogy más azt az ajándékot kapta, hogy befogadja az otthonába a gyermekeket, és megnyissa a házát, a lakását a gyermekeket, hogy oda jöhessenek a gyerekek is hallják az evangéliumot. Hadd mondjam el a testvérek, hogy olyan világban élünk, hogy nagyon kevesen teszik ezeket. Pedig nekünk hívő embereknek még felszólításunk is van az Úrtól, hogy engedjék meg a gyermekeket, fogadjátok meg a gyermekeket. Sőt, még ígéret is főződik hozzá, aki befogad egyet a kicsinyek között, engem fogad meg. Milyen jó lenne, hogy többet tennénk ezt. Vannak, akik vállalják, hogy felkészülnek, és tanítóként ennek majd a gyermekek közé. Milyen csodálatos szolgálat ez. De szükség van azokra is, akik ott segítőként ott vannak a tanítók közül, előkészítik az alkalmat, megszervezik, esetleg szeretetlenséggel szolgálkozunk. Együtt veszünk részt ebben a munkában, ebben a szolgálatban, hogy az Úr Jézushoz vigyük a gyermekeket. Hiszük azt, hogy a Vasárnapi Iskolai Szövetség Istentől kapta ezt a küldetését, hogy Magyarországon, magyar gyülekezetekre segítsen ott van, hogy a gyermekekhez vigyessünk az evangéliumot, és hiszük, hogy azt a felelősséget is kapunk, hogy ne csak Magyarországon tegyük ezt, hanem a Felvidéken, Kárpátalján, Vajdaságban, Erdélyben, és hátulunk azért, hogy Isten megáll bennünket ebben a szolgálatban, és keressük a lehetőséget, hogy hogyan szolgálhatunk együtt a gyülekezetekkel, remélem, hogy megtaláljuk itt, és köszönöm szépen! Szeretnék kérni a testvéreket munkatársára, Antóta Melindát és kertészni Iványi Ágnes, hogy jöjjenek most. És át is adom nekik a szót, mert most kerül sorra az ünnepélyes alkalommal, hogy átadjuk a tanfolyam sikeres elvégzésének levélét, ezt igazoló útlevelet és egyes ajándékot a Vasárnapi Szövetség részéről. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és most a hallgatók közül többen nem ismerősek, mert ahogy a nyári beszélés képzés is országos, kicsit nem nagyon országos volt ez a 2-es tanfolyam, de több megyéből érkezhetünk, és nagyon köszönjük a helyi gyülekezetnek, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy többen itt vegyék át az oklevelet. Hallva az ige hirdetést és tapasztalva sok-sok áldást, amit gyerekek között élünk meg, nekem annyira jó volt látni, akár az egyik tanfolyami hallgató, akár a lelkész család, a gyermekekkel lehetett itt. És igen, talán ilyenkor kicsit műsösebbet vagyunk, ilyenkor kicsit hangosabb az Isten tisztelet, de olyan jó azt látni és sokszor megtapasztalni, hogy ilyenkor sokszor élettel van elég a gyülekezet. És bárcsak azon kéne gondolkodni, hogy annyi gyerek van itt, hogy külön Isten tiszteletet kell nekünk tartani, mert már nem térünk be a templomba. Bárcsak így lennénk, és imádságunk az, hogy mindez, amit most tanultak itt a hallgatók, már az egyes tanfolyamon, és mert csak úgy jöttek a kettes, hogy előtt elvégeztek már egy 40 órás egyes tanfolyamon, akár ott tanultak, akár itt a kettes tanfolyamon, azt tudják majd sok-sok áldással használni a gyermekek tanításában. Fogjanak kapni most egy kis ajándékot az oklevél mellett. A vetítő pászban láthatunk már ezeket a fanyelképeket, és mi ezeket azért kértük vissza tőletek a tanfolyam végén, hogy ezt nem megkaphassátok az egész vetetett ajándékot, és miután megkapják az oklevelet, kértük őket egy pár percben röviden számoljanak arra, hogy mit is jelentünk nekik ez a tanfolyam. Nagyon örülök, hogy teljesen országosan lehetünk, mert itt lehet a Nyíregyházi munkatársunk is, Ági néni. Ő most a besegítő volt ebbe a tanfolyamba, Ági néni.
Én csak örülök, hogy itt lehetek, és ez egy nagy lehetőség, hogy egyszerűen csak örüljek az Isten népével együtt. Öröm volt a tanítás, és öröm volt látni azt, hogy Isten hogyan munkálkodik itt a hallgatók életében, nyilván a miénket és formája közben, ami továbbadja azt, amit Isten fontossá tett a számunkra. Örülök, hogy egy ilyen itt vannak, és azoknak is, akik már megkapták azok levelüket, vagy aki majd ezután fogja megkapni, és hiszem, hogy ez a papír több, mint egy darab papír bátorít, ösztönöz arra, hogy a szolgálatunkat még jobban betöltsük, mint ahogy eddig tettük. Isten áldását kívánom az életedre. Körülbelül nézd, hogy biztos, hogy jó nevek is jó, köveled legyek oda. Mindezek mellett még elhívtak magatokra egy Sam Duarte könyvet is, a missziónak az egyik vezetője volt hosszú-hosszú éveken keresztül, és ő arra kapott ajánlékot is ebből, hogy nagyon jó bátorító könyveket írjon a gyermekmunkásoknak és vezetőknek. Most kettőt hoztunk magunkkal, ez a csendes megbízás, a személyes kapcsolat és a vezetés hullámzott vizén, egy jó hosszú neve van. És itt van egy olyan kérdés, hogy 100 kérdés és is válasz, amelyik nektek még nincs meg, abból válaszolok bátran. Mind a kettő meg van szó, és keresünk nektek valamást. Először a Melindának a válaszolt levele van itt a legesleg tetején. Ő Debrecen jelentkezett a tanfolyamból sok szeretettel. Nagyon fontos az, hogy amit tanítok, az valóság legyen az én életemben. Nagyon sok lecét is, nagyon sok bibliai történetet ismerünk, és tudjuk az események sorrendjét, és mindezt fel tudjuk dolgozni, szépen ki tudjuk dolgozni, és előadni a gyerekeknek, de hogy ezt hogy adom én át hitelesen? Hogy tényleg megélem-e azt, hogy, és valóságnak élem meg azt, hogy a vörös tenyerem száraz lábbal kellett átazani. És tényleg száraz volt a lábuk, és feltörte a tagokat a gyerekeknek az a kőből, amit láttatnak. Tehát, hogy valóban megélem-e és hittel elfogadom, amit Jézus segít. És ez nagyon fontos volt számomra, hogy így tanítsak a gyerekek között. Több távol előttem ezen a nyáron,
és a misszionáris történeteket, de a legfontosabb az, hogy az Úr vezetés, ő küldött oda, és ő fogja szólni az igét. Én csak egy eszköz vagyok, szeretnék jó eszköz lenni. Én bemutatom az eszköz. Én először szeretném megköszönni a tanfolyamot, folyamot is, hogy hétről hétre, illetve két hétről két hétre türelemmel és szeretettel helytálltam. És hálás vagyok Istennek, hogy új lehetőséget adott, hogy részt vehetünk ezen az alkalommal. Én magam régóta elhívást érzek a gyermekek közti szolgálatra, de hát mindeddig hajlottam fogásokat keresek, kibúvókat, hogy most kicsik a gyerekek, és ezért, azért nem fér bele. És aztán Isten a szívemre helyezte, hogy nekem nem a saját erőmmel kell bíznom, hanem egyedül ő benne. Itt a tanfolyamon is többször, megerősített ebben, illetve már az örömhírklubó szervezése kapcsán is. És én most ezt szeretném, hogy ezen szívére helyezni, hogy merjünk magunk elé, és tudunk magunk elé Istentől kapott célokat kitűzni, és abban megállni hittel és erővel, és én hiszem és érzem azt, hogy ő az, aki ebben minket támogat, és ő az, aki minket is fordoz ebben alkalomra, alkalomra, vagy a tábor előtt mindenféle támadás és nehézség között is. Áldás békesség, én Debrecenben érkeztem, és nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy alkalmat adtak arra, hogy, hogy ezt az mindennapot itt élhessük meg. Köszönöm én is az oktatóiknak, és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy valóban tudjuk tanulni a tanításról, a gyermekek felé való szolgálatról. Én is a gyermekek tanítására kaptam elhívást, és Isten kegyelméből két évvel ezelőtt már bekapcsolódtam a vasárnapi iskolai szövetség munkájába, és hiszem azt, hogy Isten nem mai napig is mond el a gyermekekkel, minden egyes gyermeknek az életében, és olyan jó megtapasztalni azt, hogy valóban az a bizalom az valóban feltétel nélküli, ahogyan nem csak a szüleik, hanem ahogyan a tanítók felé is fordulnak. Éppen ezért ez a tanfolyam, ez a második rész a tanfolyamnak nagyon mélyítette bennem ezt a felelősségérzetet, ami nagyon sokszor nekik volt bennem, hogy igenis nagyon nagy a felelősség a felé fordulásomban, és Isten valóban imádságot meghallgató úr, mert most egy hét múlva Debrecenben két és környékén két gyermektábor is vár bennünket, és olyan jó, hogy véget ér az iskola, és a gyermekek egyből be tudnak kapcsolódni egy olyan közösségbe, ahol valóban Isten ígéről hallhatnak, és hogy valóban csodálatos kegyelem az, hogy Istennek a kezében ilyen eszközök is lehetünk, hogy el tudjuk vinni hozzájuk az evangéliumot, és nagyon köszönöm az eddigi és a lendő imádságait és a kedves testvéreiknek, hogy a gyermekek felé tudjunk valóban hitelesen odaállni az életünket, és a szeretet, amit át tudunk nekik adni, az valóban érezik, hogy ez Istennek a szeretete, és köszönöm szépen azt, hogy itt lehetünk, és köszönöm az imádságokat is, én is kérem, és bátorítom arra a testvéreket, hogy a családban is, a közösségeiknek is legyen olyan odafordulás a gyermekek felé, hogy is olyan hit és bizalom Isten felé, hogy minden gyermek valóban az ő gyermeke, de első családjába tartozhasson. Ez az én személyes reménységem is, és erre kérem Istennek az áldását a továbbiakban. Köszönöm szépen! Még egyszer köszönjük a lehetőséget, köszönjük a testvéreknek a türelmét, hallgattak bennünket, és remélem, hogy áldásom lesz, hogy együtt ezt az örömteli napot megélni. És kérjük Isten áldását a gyülekezetre, a gyülekezetnek az életére, a gyermek munkájára, hogy bárcsak, hogy többen lehetnénk majd én.
nosztalgiával jövök mindig ide, mert gyerekkoromban jó és tűrő táborokban mindig itt voltunk Szilvásváradon, és annyira jól látom, hogy most Szilvásváradon nem vagyunk tűrő táborba, jöttem, hanem hívő emberekkel lehetne menni, és remélem nem utoljára. Köszönjük még egyszer a lehetőséget, és kívánjuk Istenet. Köszönjük szépen a szolgálatot, köszönjük, hogy megismerettük a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek a munkáját, bátorítunk mindenkit, hogy ne csak passzív hallgatója legyen, hanem aktív részvevő is a közeljövőben, vagy később ezeknek a alkalmaknak. Megköszönöm azon testvéreknek, akik a szeretet vendégségére felajánlásokkal, segítséggel részt vettek, és várjuk a távolról érkező testvéreket, hogy az Isten tisztelt után parókián egy nagyon kis, szerény vendéglátásban részesüljenek, és a testvéreknek pedig azt mondom, hogy egy délután Isten tisztelt után lesz szeretett vendégség, úgyhogy ők sem maradnak ilyen közösség nélkül. Köszönöm még egyszer, gondolkoztam, hogy ez az ének nem volt olyan felírva, hogy mit fog most énekelni, de hadd legyen a 434. számú ének vezess Jézusunk, és kérem, hogy a többiek pedig foglaljanak helyet. Ezt fogjuk énekelni, és a legvégén pedig az áldás előtt a Nemzeti Imádságot, a himnusz, és végül pedig áldással zárjuk a mai alkalmat. Thank you.